30. születésnapját ünnepli a Gál Imre Galéria, és ez alkalommal pályázatot hirdettetek, aminek most ugye a pályaműveknek a díjazása történik, illetve a megünneplése a születésnapnak. Milyen típusú pályaművek érkeztek, és hány évesek pályázhattak? Hát tulajdonképpen ez nem az első pályázat. Úgy 2-3 évente kiírunk pályázatot iskoláskorúak részére. Ez úgy van, hogy az alsó tagozat, felső tagozat, és mindig próbálkozunk a gimnáziumi korosztállyal is, ha kevesebben is, de most is azért ők is képviseltetik magukat. Pest Erzsébet önkormányzata számára mindig kiemelten fontos volt és lesz a jövőben is a gyerekekkel való törődés idézőjelbe téve egy új generációnak a tanítása és lehetőség biztosítása arra, hogy majd 30 év elteltével szintén itt kiállíthassatok, akkor már talán mint befutott művészek, legalábbis néhányotok. Az előregedő korfa miatt egyre nagyobb problémát fog mutatni a jövőben az időskori megbetegedések száma, és ezért a demencia is, mint az egyik legjellemzőbb időskorra tehető mentális és egyéb problémákat okozó tünet együttes, hogy úgy mondjam. Ezért ezt tűztem ki elsődleges célul, hogy ha az időseket célozzuk meg, akkor ennek az edukációja, a prevenciója, valamint már maga az emlékezetfejlesztés része kerüljön előtérbe. Mi magyarok nagyon féltékenyek vagyunk egymásraként. Nem, valahogy nem segítettünk egymásnak annyit, mint kellett volna, mert egy kínai elmegy, vagy egy ázsiai, vagy egy orosz is, összeállnak, adnak neki pénzt, hogy vegyen egy üzletet, vagy csináljon egy üzletet. Mi irigyek voltunk. Hongkongba elmentem, a feleségem meg a barátai mentek a német étel, meg mire elmentem olyan helyre, ahol csak kígyókat adtak. Az életemben undorítok, hogy nem szerettem, de bementem, megettem, jó volt, finom volt.